általában hűséges típus vagyok. A gimnáziumot is az általános iskolában végeztem. Egy feleségem volt, egy egyetemen van. Az orvosságra apám vett rá, aki korán árva lett 17 éves korában, és drága volt az orvosegyetem. De ő mindig orvos akart lenni. Én budai legény vagyok, nyilvánvaló, hogy ide kellett felvételizni, és felvettek egyből. Ez meghatározó volt. Utána az is meghatározó volt, hogy klinikára kell kerülni. Egy olyan közösségbe kerültem a 3-as számú belklinikán, ahol a kutatás és a betegellátás tradicionálisan nagyon jó, magas színvonalú volt, és ezt a színvonalat, ezt az értékrendet, ezt megtartották a tanárok, és ezt hát mi eltanultuk tőlük. Itt elsősorban endotérsejtek tenyésztése és ezzel kapcsolatos kutatások folynak. Civilizált populációt két nagy betegségcsoport érinti elsősorban, az egyik az érelmeszesedéssel kapcsolatos, vagy azt is mondhatnánk, hogy tromboemboliás betegség, a másik pedig a daganatok. És én az előbbit választottam, pontosan azért, mert ez a lipidekkel, diabétesszel összefüggött. Egy-két, nem több mondom, egy-két alapvető megfigyelést mondjuk én indítottam el, és bár csoportba csináltuk a vizsgálatokat, de végül is az idézettségből is az látszik, hogy ez végül is elsősorban a személyemhez kötődik. Ezekre büszke az ember. Biostatisztika. Aki valamilyen pozícióba kerül az egyetemen, annak részben fel kell adnia a mindennapos kutatásnak az örömét, meg a gondját. De abba hagyni nem lehet. Akkor inkább segítséget lehet fiataloknak nyújtani, fiataloknak ösztöndíjakat próbálunk adni. És ezek mind átsegítik a kutatókat azon a válságos időszakon, amikor a lehetőségek beszűkültek, és aztán nyer egy másik grantot, és akkor tud tovább kutatni. Ki kell mondani, hogy ez a labor elég sok alapvető megállapítást tesz. 40 éves lehettem körülbelül, és az egyik nagy gyógyszergyárnak megkeresett az igazgató, hogy szeretne engem orvosigazgatónak oda. Akkor Romics professzor volt a klinikának az igazgatója, bementem hozzá, és elmondtam, hogy most mit csináljak. Azt mondta, figyelj fiam, gondolj a családodra, gondolj az anyagi előnyökre, de gondolj arra, hogy az egyetemen milyen az élet. Aludtam rá egyet, és azt gondoltam, hogy nem megyek és sehova. Tehát ha én az egyetemre gondolok, akkor nem tudom elképzelni, hogy nem hozzátartozom.